Sziasztok! Most péntek délután van, sőt már inkább este felé, olyan fél hat körül lehet, és egy rendkívül random ötlettől vezérelve úgy döntöttem, hogy elkezdek egy vlogot. Egy nagy projekt előtt állunk, most fogjuk megcsinálni a ma szobáját, aminek majd meglátjuk, hogy milyen funkciói lesznek, egyelőre még nem teljesen tiszta, de teszünk egy nagy lépést ebbe az irányba, és ez ugye azzal jár, hogy gyakorlatilag három helyiséget a lakásban átrendezünk. A nappaliból ki kell vinni a gardróbokat vissza a hálóba, a hálóból a gyerekbútorok bekerülnek a régi stúdióba, és a stúdióból átjön ide a nappaliba Dávidnak az asztala meg a két polc. És van egy-két dolog, ami pedig nem fog sehol elférni, hogy azokat szétszedjük. Szép nagy projekt, ki van számolva, minden el fog férni. Annyi még, hogy mielőtt magukat a bútorokat elkezdjük átvinni, egy padlószőnyeget kell lerakni a Emma szobájába. Hát, ez egy toplistásan nehéz éjszaka volt, nagyon finoman szólva. Azt hiszem, hogy olyan hajnali 1-től 7-ig teljesen ébren voltam, és ez is azért történt, mert előtte olyan sokszor kellett kelnem, hogy úgy döntött a szervezetem, hogy hagyjuk ezt az alvást. Úgyhogy nem vagyok különösebben jól, de egy kicsit tudtam reggel most aludni. Valahova elment a családom, hallottam őket elmenni, nem tudom hova, mert épp akkor ébredtem fel, és megfürödtem, hát most eredetileg mentem volna úszni ma reggel, de teljesen kizárt. Főleg, hogy nyilván fontos programunk van, de ha fel tudtam volna kelni időben, ha tudtam volna aludni éjjel valamennyit legalább, akkor elmentem volna most úszni, de nem mentem el úszni, úgyhogy most amúgy is helyet kellett mosnom. Ez egyébként nagyon jól esik ilyenkor, amikor nem tudom kialudni magam, akkor a zuhany, ha hajmos esre van egybe közül, az még jobb. Nyilván egy hatalmas kávé, ami egy erős probléma, mert elfogyott a tej itthon, és az utóbbi időben csak tejjel szeretem meginni a kávét, és kimenni a levegőre. Szóval ezek segítenek nekem a túlélésben, és ja, ennyi, nem tudom mi lesz, majd mutatom, hogy haladunk az átrendezéssel. Mint kiderült, boltba ment a kis családom, úgyhogy kaptam finom teljes kávét, és egy reggelit is, amit most megeszek, és utána életre fogok kelni. Most érkeztünk el a átrendezésnek arra a pontjára, amikor egy kicsit festeni is kell, természetesen. Ezt nem tudtuk. Ezt nem, hát mert azt mondom, hogy ez így szokott történni, nem? Hogy ezt nem tudjuk. Úgyhogy festünk. De az előbb lemerült a kamera, úgyhogy nem tudom, hallottátok-e, de kiderült, hogy egy kicsit festeni is kell azért, mert vannak foltok a falon. Tavaly tavasszal már direkt úgy lett kifestve, hogy ez majd Emma szobája lesz. Úgyhogy most Dávid lefestette a foltokat. Én megpróbáltam elaltatni Emmát, mert úgy tűnt, hogy álmos, tévedés volt. Sok dolga van még. Bocsánat, zsepit eszik, úgyhogy... Dehogy eszik zsepit. Dehogy eszik zsepit. Ja, úgyhogy most éppen a fejtetején áll a lakás, és le fogjunk tenni egy padlószőnyeget. Nem ez egy zsepit. Szóval le fogunk tenni egy padlószőnyeget, és remélhetőleg manap végéig befejezzük, viszont Dávidhoz mindjárt jön egy kedves fiatalember, akivel legény búcsút szerveznek együtt, úgyhogy hát meglátjuk, hogy alakul, de... Sima! Soknak tűnik. Sok is, menni fog. De azt hiszem, hogy begyakoroltuk az elmúlt években ezt a lakását. Gond nélkül. Ráadásul Emma most segít. Tehát, igen. Ezt most kifejezetten segít. Szépen. Igen. Fú, még ez is majdnem, hogy egy kicsit szürke. Jó, hogy nem hoztuk el a másikat. Ja. Nagyon stresszes a szőnyegvágás.
Nem érdemes elrontani. De most ezt itt levághatom így. Ezt így. Ugye? Igen. Tudom, hogy most random helyen kezdem, de... Nagyon. De beljebb kezdem, mint amikor már vissza kell szedni még. Na jó, elindulok innen aztán. Jé. Ugye? Nagyon jó. Szerintem ez az, amit már szinte mindenki tud. Nos, egészen jól állunk, lent van a szőnyeg, a végére nagyon idegesítő volt levágni, mert hogy ferdék a falak, úgyhogy nagyon sokszor kellett újra még egy picit vágni belőle, úgyhogy iszfolyag is van az ujjamon, és már behoztunk ide néhány dolgot, viszont rájöttünk, hogy a matrac, amit ide akartunk tenni, Montessori bednek is hívhatjuk, az sajnos nagyon rossz állapotban van már, és mivel nagyon szeretnénk ma befejezni ezt a projektet, ezért elmegyünk most matracot venni, legalábbis reméljük, hogy sikerrel járunk. És én éppen próbálok a délutáni holdpontomon átesni arccal előre, mert most nagyon fáradt vagyok. Valami készül neked itt? Mi készül neked itt? Azt nézd meg! Visszakerültek a gardrób szekrények a hálóba. Egy olyan verzióban, ahogy eddig még nem volt. Most a két szekrény között van a tükör, és majd az ágy is tele lesz rendezve. Meglátjuk. Vasárnapra kell van, és a többiek még alszanak, úgyhogy azért beszélek halkabban. Tegnap nagyon jól haladtunk. Igazából minden a helyére került. Néhány apróság van még, amit meg kell csinálni, és aztán tök jó lesz. Én nagyon szeretem a változásokat úgy általában, és nagyon szeretem azt, hogy most a lakás minden szellősebb lett egy kicsit, és logikusabb is. Most ugye a nappaliba került be Dávidnak az íróasztala, meg ezek a szekrények egy kicsit így el van különítve a nappalinak ebbe a sarkába. Szikeli. Úgyhogy ez is tök jól elfér itt meg, szerintem. Ugye az én íróasztalom fehér, az itt van, és fehérek a bútoraink, de szerintem valahogy mégis tök jól elkülönül, és mégis így egyben van ez a kis része Dávidnak. A más kiegészítőkkel, mint például a bőröndök ott fent, meg ilyesmi. Szóval nagyon szeretem így összhatásában. És azt is, hogy itt ilyenkor együtt lógunk, az, hogy az én íróasztalom itt marad el, vagy bemegy a hálóba, az még a jövő kérdése, most nagyon jól elfér itt, nagyon szeretem, hogy az ablakban van az íróasztalom, hogyha olyan lesz az élethelyzetünk, hogy többet dolgozunk, úgyhogy mind a ketten azonos időben itthon dolgozunk az íróasztalunknál, akkor majd lehet, hogy logikus lesz az enyémet visszavinni a hálóba, de azért erre most még nem nagyon van példa, mert nyilván amíg az egyikünk dolgozik, addig a másikunk Emmával van, úgyhogy ezt majd meglátjuk, de most ezt így nagyon szeretem. Megmutatom majd a hálót is, az a legszellősebb most, hogy úgy mondjam. Most ott elég sok hely lett. Most van ott egy polc, ami ugye Emmáé volt elvileg, de lehet, hogy bemarad a hálóba, és akkor azt majd még berendezem valahogy, aztán meg még fel kell tenni a Emma szobájára, amíg nincs rendes ajtó, ezt a kapu baba, nem tudom, hogy hívják, tudjátok, amitől a babák nem tudnak ki meg bemenni, meg a kutyák, meg kicsi pici emberek nem tudnak átmenni rajta. Úgyhogy azt még feltesszük, meg felteszünk néhány képet, meg ilyesmi. De szerintem nagyon jól haladunk. Egyébként volt már tegnap egy kicsit, hogy mondjam, akármennyire szeretem az ilyen jellegű változásokat, meg izgalommal tölt el a kreatív része ennek az egésznek, és egyébként nagyon egy ilyen olyan ember vagyok, aki így menjünk, csináljuk. Szóval nem szeretek halogatni, meg üldögélni ilyenkor. Azért mindig van egy pontja ezeknek a projekteknek, főleg kisbabával. Most, amikor így elfáradok, és azt mondom, hogy ez soha nem lesz kész, teljes káosz van, és már mindjárt este van, és nem tudom mi. Úgyhogy ilyenkor egy picit le kell ülni, meg kell nyugodni, meg tenni egy kávét, és
és újra tudatosítani az embernek, hogy ez egy nagyon jó dolog, egy nagyon jó projekt, amit amúgy szeretek, és elvezek, és nyugi, és minden rendben lesz, és úgyis befejezzük, és aztán tényleg befejeztük. Az éjszaka nem volt tragikus, nagyon pihentető sem, de ugyanúgy felébredtem reggel. Egyébként beszéltem is néhányatokkal erről, hogy írtatok, hogy milyen jó, hogy felkelek reggel, és akkor így tudok dolgokat csinálni. Az a helyzet, hogy én abszolút egy reggeli pacsírta vagyok, és ha én felébredek reggel, amikor már világos van, tehát mondjuk, hogy 7 óra után, van, amikor ez 6 óra után jelent, akkor nem tudok visszaaludni. Akkor sem, hogyha amúgy nagyon fáradt vagyok, nagyon álmos vagyok, mert bekapcsol az agyam, és elkezd azon pörögni, hogy mennyi mindent csinálhatnék most, beleértve ide a munkát is, meg a pihenést, meg a házi munkát, meg a... Szóval egyszerűen csak elindul az agyam, és nem tudom megállítani. És este viszont én, tehát tudom, hogy nagyon sokan úgy használják ki az idejüket, hogy este miután lefeküdt a gyermek aludni, akkor ülnek még le dolgozni, vagy filmet nézni, vagy valami. Betelt a memóriakártya természetesen. Szóval azt mondtam, hogy néha, amire nálunk vége van a napnak, úgymond, addigra este 10 óra van, és én nagyon elfáradok így az egész napban. Úgyhogy nem igazán érzem magamban, még arra sem az erőt, hogy egy kicsit kikapcsolódjak. Azért nyilván ezt megpróbálom, mert nem tudok egyből bedölni az ágyba. De hogy nekem inkább reggel vannak ilyen jellegű energiáim a nap elején, és én nagyon hiszek ebben, vagy nem is tudom, hogy ebben hinni kell, de hogy abszolút érzem magamon ezt, hogy én egy reggeli pacsirta vagyok, én reggel tudok, én könnyebben kelek korán, én ilyenkor tudok aktív lenni, dolgokat csinálni, ilyesmi, és este meg nem annyira. Úgyhogy ez van. Ez ember típus kérdése, de nálam ez így működik, úgyhogy most gyorsan megiszom a maradék kávémat, nem sokan sajnos, és beállítok mindent a távkapcs felvételhez, ami most lesz. Azt gondoltam, hogy még összerakom ezt a kis fellépőt, amit vett tegnap Dávid az IKEA-ban Emmának, de nem hiszem, hogy belefér. Mondjuk elkezdeni el tudom. Az a jó abban, hogy van ugye egy óra időeltolódás London és Budapest között, hogy még saját magamat is összezavarom azzal kapcsolatban, hogy mikor fogunk kezdeni, mert lehetem, hogy van még egy órával később. Úgyhogy nagyon szuper, mert össze tudom rakni addig ezt a kis fellépőt. Szóval gondoltam, megmutatom fényes nappal is, hogy most ez a háló. Ide raktuk vissza a szekrényeket. Itt van a kis hintaszékem, meg a lábtartóm. Itt bent van az a kihagyható matrac, meg a jogaszőnyegem, egy lámpa igazából. És ugye itt van az ágyunk, amit majd most vissza fogunk tenni így jobban a fal közepére, szóval ez még egy ilyen, ott leesett a függönykarn is, ez itt még ilyen félkész káosz, de itt középen lesz az ágy, visszarakom az éjjeli szekrényeket, és ez az a polc, amit egy kicsit most így átrendezek. Szerintem, ha most itt marad egyedül a szobában, aztán majd meglátjuk, meg a makramékat is szerintem visszarakom az ágy fölé, úgyhogy itt még lesznek ilyen módosítások, most még itt van a sátor, nem tudom, hogy ez marad-e, ezt majd meglátjuk. Viszont egy picit mutatok a gyerekszobából is, de aztán most igazából el fogok köszönni, mert Emmának van egy kis emelkedése, úgyhogy a nap további részét azt összebújva fogjuk tölteni, és azért nem fogok már vlogolni, de remélem, hogy tetszett nektek ez a kis random lakásátrendezős vlog, most kicsit más volt, mint szokott, de ezt és ilyet tudok most nektek prezentálni. Úgyhogy mutatok még egy pár dolgot a szobában, de elköszönök most, mert ez a biztos. Köszönöm, hogy itt voltatok, és hamarosan találkozunk egy új vlogban.
Sziasztok!